Az utóbbi három év más-más szempontból, de kedvezőtlenül alakult az almatermelők számára. 2018 kiváló termési év volt, de nagyon alacsony értékesítési ár jellemezte a piacot. 2019-ben és 2020-ban pedig az almák mennyisége és minősége maradt el az átlagtól az időjárás miatt. Mivel az előállítási költségek emelkedése mára már a gyümölcságazatot is elérte, egyre több gazda gondolkodik azon, hogy felhagy tevékenységével. Az a tapasztalat, hogy kettő rossz évjáratot egymás után még nagy nehezen kibír egy gazdaság, ha utána jön egy jó évjárat, de három rossz évjárat egymás után a legtöbb esetben már nagyon végzetes hatású a gazdálkodásra nézve, hiszen elfogynak a tartalékok, már effektíve nem lehet finanszírozni a folyótermelési költségeket, és onnantól kezdve, ha elfogyott a pénz, és nem tudunk munkaerőt fizetni, növényvédőszert, műtrágyát vásárolni, akkor gyakorlatilag kizárt az, hogy a termelés rendben zajlódjék. Arról nem is beszélve, hogy két-három rossz évjárat egymást követően nagyon jelentős mértékben rontja a termelői kedvet, pszichésen nagyon megviseli a gazdákat, és a pénzügyi finanszírozási, likviditási helyzettől függetlenül olyan szinten rontja a termelői kedvet, hogy nagyon sok termelő már csak emiatt is kivonul a termelésből. Tavaly az elmúlt 20 év leggyengébb almatermését regisztrálták. Mindez nem csak a feldolgozóipar számára okozott nehézséget, hanem drágulást eredményezett a boltok polcain is. Idén már jóval jobb lehet a helyzet. Bár egyes országrészeken, különösen a mélyebben fekvő területeken tapasztaltak fagykárt, az ország legjelentősebb almatermő vidékét, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét ezúttal elkerülte a nagy hideg. A különbség annyi a tavalyi és tavaly előtti tavaszi fagyokhoz képest, hogy ebben az évben érdemi terméskiesések, tehát fagykárok Dunántúlon, valamint a Dunatisza közén, Bács-Kiskun megyében és a Dél-Alföldön alakultak ki. Az április első dekádjában érkező lehűlések Szabolcs megyében is tapasztalhatóak voltak, de mivel ez az országrész másfél-két hetes lemaradásban van a virágzásban, a növények fejlettségi állapotában a Dunántúlhoz vagy Bács-Kiskun megyéhez képest, így ugyanazok a lehűlések egy kezdeti fenológiai stádiumban még Szabolcs megyében jelentős károkat nem okoztak. Vagyis jelenleg az látszik, így május közepén, hogy Szabolcs megye megúszta jelentős fagykárok nélkül az idei évet, ezáltal van remény egy jó termésre. Apáti Ferenc hozzátette, a fajták között is jelentős eltérés tapasztalható a virágzás időszakában. A tavaly jobb termést hozó Golden eddig a vártnál gyengébben, a Gála átlagosan virágzott, minden más a térségre jellemző fajtát vizsgálva bizakodóak a termelők. A jó termés átlaghoz azonban az is kell, hogy a nyár második felében ne legyenek hosszú aszályos időszakok, a csapadék pedig jégverés nélkül érkezzen a szezont megelőzően.